Amit mi a kohéziós pénzek révén kaphatunk, az összességében 14 ezer milliárd forint, ebből 4 ezer milliárd forintot már megkaptunk, és ez folyamatosan jön is, ezek a vidékfejlesztési pénzek. 10 ezer milliárd az, amelyről megvan már a megállapodásunk. Még június elején adott tájékoztatást a területfejlesztési miniszter az Európai Uniós forrásokról. Az EU támogatásával valósul meg a Településfejlesztési Operatív Program Plus is, amelynek köszönhetően hazánk 36 járása fejlődhet. Egy napokban megjelent kormányhatározat már arról is rendelkezik, hogy a TOP Plus fejlesztésekből Paks is részesülhet. Tudjuk azt, hogy Paks városa 1,4 milliárd forintra pályázhat. Paks polgármestere arról tájékoztatott, hogy a városvezetés az elnyerhető támogatási összegekből az óvodákban a humán fejlesztéseket célozná meg. A nevelési intézményeket érintő felújítások előkészítése két területen zajlik, mondta a városvezető. Az egyik cél, hogy a geotermikus fűtési rendszert kialakítsuk, a másik cél pedig egy kicsit tágabb, mert ezekbe a fejlesztésekbe, óvodai fejlesztésekbe nagyon sok minden belefér, ha az energiahatékonyságot és a fenntarthatóságot tartjuk szem előtt. Belső és külső felújítások is megtörténhetnek ennek keretében, ami szándékunkban is áll természetesen. A városvezető szerint a fő cél az elnyerhető támogatásokkal az, hogy Paks gyermekintézményei minél jobb állapotba kerüljenek. Készülve a pályázatra, Paks önkormányzata megvizsgálta már az óvodákat. Felmértük az állapotát az óvodáknak, hamarosan döntés is születik, hogy hol milyen beavatkozásra fog sor kerülni, és nyilván a pályázati kiírást követően, illetve annak elbírálását követően hozzá is fogunk látni a kivitelezéshez. Várhatóan ősszel a programban újabb felhívások jelennek meg, amelyek városfejlesztésre vonatkoznak. Ezekben többek között zöld területek, közterületek megújítására lehet lehetősége az önkormányzatnak.